Sziasztok! Hány embert kérdeznek ebéd előtt? Oké. Na hát, ahogy elhangzott itt, Kistarcsáról jöttem. Ez úgy történt, hogy oda költöztünk, és a feleségemmel indítottunk egy videórát, és aztán lett belőle Kistarcsai Golgota. Ez nem volt szándékos, mielőtt bárki megvádolna. És nagyon nagy rajongója vagyok a térnek, és nagyon szeretem Dárót és a Zsófit. Úgyhogy nagyon megtisztelő emiatt, hogy itt lehetek veletek ma. Köszönöm szépen! Ugye vidékről jöttem, úgyhogy a traktort azt így leparkoltam a városhatában, egyik első között értem ide a konferenciára. De aztán örültem, hogy nem szakadtunk el teljesen az agráriumtól, amikor az András beszélt arról, hogy ez egy nyáj Isten népe. Mert mindannyian úgy lépünk be, hogy megkérdezte valaki, hogy be szeretnél lépni, és azt mondtátok, hogy... Be. majdnem működött. Na! Szóval Jézus azt mondta, hogy azért jöttem, hogy életet adjak, mégpedig túláradóan bőséges életet. Ez a konferenciának a kulcsverse. És erre szokták azt mondani, hogy a teljes életre hát igény az volna. Tehát, hogy piaci kereslet az van. Az emberek mindenhol keresik, hogy mitől lesz teljes az életük. Mi adja meg azt az extrát, amitől azt mondom, hogy ez az az élet, amit szeretnék élni. És ez nem volt máshogy akkor sem, amikor Jézus a Földön járt. És valószínűleg akkor is hasonló dolgokban keresték az emberek. Ma általában arról beszélünk, hogy teljes élet, mitől lesz olyan az életed, ami igazi, hogy ilyen dolgok jutnak az emberek eszébe, hogy pénz legyen elég, legyen hatalmam, befolyásom, legyen párkapcsolatom, jó szex az életemben. Ezek azok a dolgok, amitől majd teljes lesz, valaki ámen. Ezek azok a dolgok, amitől majd teljes lesz az életem. És Jézus, az a döbbenetes nekem, hogy mennyire képbe volt ezzel. Teljesen tudta, hogy az emberek fejében ez van. És beszélt mind a három témáról. Pénzről is, hatalomról is, szexről is. És most nem a szexről fogok beszélni, hanem az elsőről, nem, a hatalomról. Ugyanis volt egy ilyen sztori, amikor két tanítványa, akik Zebedeus fiai voltak, így hívták őket, kértek tőle valamit. Mert ők is szerettek volna teljes életet élni, és ők úgy látták, hogy a hatalom az, amitől nekik majd meg lesz ez a teljes élet. Azt mondták, Márk 10:37-ben van ez leírva, hogyha szeretnétek követni Jézusnak. Add meg nekünk, hogy az egyikünk a jobb, másikunk a bal kezed felől üljön majd a te dicsőségedben. Szóval ezek a nagyravágyú ifjak szerették volna kimaxolni az életet, és a befolyásban, a hatalomban látták az egyik kulcsot. Válni valakivé. A másik evangélium kicsit árnyalja a képet, mert megtudjuk, hogy igazából az anyukájukat küldték oda. Ami nagyon ciki, jó? Tehát ha bárki így szeretné a teljes életet itt elérni, nem az anyukádon keresztül van a megoldás. De ők így próbálták, és Jézus mondott nekik egy nagyon hosszú beszédet. Így elképzelem, hogy Jézus így néha leült, és azt mondja, jó, akkor ezt tegyük rendben. Ezt beszéljük át. És mond egy nagyon hosszú beszédet, a feje tetejére állítja a képüket, teljes élethez vezető útról, és ezt mondja nekik a végén ennek a beszédnek, ugyanebben a részben, 42. verstől, hogy tudjátok, hogy azok, akik a népek fejedelmeinek számítanak, zsarnokoskodnak rajtuk, és nagyjaik hatalmaskodnak fölöttük. De nem így van ez közöttetek. Hanem aki nagyjá akar lenni közöttetek. Figyeljétek, nem azt mondja, hogy ne akarjatok nagyobb lenni. Hanem azt mondja, hogy aki nagyjá akar lenni közöttetek, az legyen a szolgátok. És aki első akar lenni, az legyen mindenkinek a rabszolgája. Mert az ember fia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem azért, hogy ő szolgáljon, és az életét adja váltságul sokakért. Szóval Jézus beszél arról, hogy figyeljetek srácok, látom, hogy ti szeretnétek ezt a teljes életet, szeretnétek nagyok lenni, szeretnétek fontosak lenni, szeretnétek befolyást. És ez nem baj. De tudjátok, hogy ez a világban úgy megy, hogy te leuralsz másokat. De közöttetek ez nem így lesz, hanem aki nagy akar lenni, az legyen a másik szolgája. Jézus bevezeti ezt a szót, hogy szolgálat, és enyém az a téma, hogy szolgálat. Ebből az ötből, amit az elején elmondott a Dávid. Úgyhogy erről szeretnék beszélni, mert ez roppant népszerű lett a keresztény egyházakban. Igaz? A szolgálat. És dúl az egész. Nálunk is van a Gyüliben szolgáló csapat, én is hiszek a szolgáló életben. És ugye érdekes, hogy mennyire torzul a szó jelentése, igaz, hogy vannak a Gyüliben kisebb szolgálatok, nagyobb szolgálatok.
vannak... Na, észrevettétek, hogy néha azt történik, hogyha azt mondod, hogy hát ő a szolgálattevő ma délelőtt, az azt jelenti, hogy ő a megmondó ember, igaz? Ő a nagy. Döbbenetes, hogy ebből a szóból, ami eredetileg egy alantas dolog, hogy rabszolgaság, ebből csináltunk egy teljesen más, hogy ez igazából a pozíció. És pont ugyanabba esünk bele, ami miatt Jézus elmondta ezt az egészet. Nagyon kemény. És imádkoztam, hogy mit tanítsak 20 percben, és hát 15 percben a szolgálatról. És nem akartam ilyen elméleti alapozást, hogy akkor nézzük a szolgálat 5 alapelvét, vagy nem tudom, a sikeres szolgálat, nem tudom, 6 titka. Hanem így imádkoztam, hogy Isten adjon valami egy üzenetet, amit át tudok nektek adni. Úgyhogy remélem, hogy ez szólni fog ma nektek. És a legváratlanabb pillanatban jött, kedden a gyerekeim, tehát nekünk van ilyen reggeli meg esti rutin, van 2 gyerkőcöm, és esti rutinnak a része, hogy van egy ilyen alkalmazás, hogy Bible App for Kids, és ilyen 40 történet a Bibliában, hogy megvan animálva, hogy rákapint azt a Noé bárkájára, és akkor így imbálózik a vízen, nagyon nagyos, és ezzel szoktam bibliórát tartani nekik este, és a tékozló fiú története volt, ami hát az alap, nem? Ez annyira egyszerű, és mindenki ismeri nagyjából. Ezek azok a történetek, amit szerintem irodalom órán is benne volt a kurikulumban. És egyszer csak így lejött egy üzenet, ami erre soha nem gondoltam. Ebből az egyszerű történetből, amit ekkora korom óta hallottam. És ezt szeretném nektek átadni. Lukács 15, ha van nálatok Biblia. És ez a történet arról szól, hogy van egy apuka, és van neki 2 fia. És az egyik, a fiatalabbik azt mondja az apjának, hogy add nekem ide azt a pénzt, amit majd örökölnék, amikor meghalsz. Ez egy nagyon bántó, udvariatlan kérés. És utána átveszi ezt a pénzt, és elmegy egy távoli országba, és azt mondja, hogy ez egészen eltékozolta. Teljesen fölösleges és káros dolgokra elköltötte, és elpocsékolta az egész pénzt, és eljutott oda, hogy már nem volt mit ennie, és éhínség lett azon a környéken, el kellett szegődnie dolgozni. És nem tudom, fölment a CV online, vagy profession.hu, és talált egy ilyen munkát, hogy disznókat kellett etetnie, és azt mondja, hogy eljutott egy olyan, nem tudom, ezt dobta föl neki profilja alapján. De eljutott egy olyan pontra, ami síralmas, hogy azt mondja, hogy akarta volna megenni ezt a kaját, amit a disznók esznek, de még azt sem engedték meg neki. Eljutott egy olyan mélypontra, ahol azt mondta, hogy ez így nem mehet tovább. És azt mondja Lukács 15-ben a 17. verstől, innen fogom olvasni, hogy mi történik ezután. Azt mondja, ekkor magába szállt, és ezt mondta. Az én apámnak hány bérese bővelkedik kenyérben? Én pedig itt éhen halok. Útra kelek, elmegyek apámhoz, és ezt mondom neki, atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened. Nem vagyok többé méltó arra, hogy a fiatnak nevezzenek. Tégy engem olyanná, mint béreseid közül egy. Szóval ez történik, ahogy ott van a disznók mellett, és így gondolkozik, hogy hogy kéne folytatni az életet. Hogy azt mondja, hogy ez így nem mehet tovább, ha belegondolok, az atyám házában a szolgáknak, a béreseknek jobb dolguk van, mint nekem itt. És megszületik a mesterterv. Azt mondja, akkor ha ez így van, azt értem, hogy elszúrtam, értem, hogy nem mehetek csak úgy vissza, hogy itt vagyok, hello apu. De visszamegyek, és azt mondom, hogy vétkeztem, és megkérem az apámat, hogy fogadjon vissza, mint egyet a szolgái közül. Visszajövök szolgaként. Nézzük, hogy működik a terv. Azt mondja, és útra kelve el is ment az apjához. Még távol volt, amikor az apja meglátta őt, megszánta, elébe futott, a nyakába borult, és megcsókolta őt. A fiú ekkor így szólt hozzá, itt jön az, amit eltervezett, hogy mit fog mondani. Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok méltó arra, hogy a fiadnak nevezzenek. Látod, elmondja azt, amire eljutott, hogy nem jöhetek vissza úgy, mint fiú. És vezetné fel, hogy mi a terv, hogy fogadj úgy, mint a szolgáid közül egy. De úgy tűnik, nem kap szót.
Az apa viszont ezt mondta a szolgáinak. Hozzátok ki hamar a legszebb ruhát, és adjátok rá. Húzzatok gyűrűt az ujjára, és sarut a lábára. És hozzátok a hízott borjút, és vágjátok le. Együnk, és vigadjunk, mert ez az én fiam meghalt, és feltámadott, elveszett, és megtaláltatott. És vigadozni kezdtek. A szolgálatról beszélünk. És itt látunk egy srácot, aki elmegy, és azt mondja, hogy nem jöhetek vissza az apámhoz, mint fiú, hanem vissza akarok jönni, mint szolga. És azt látjuk, hogy az apa nem engedi, hogy a fia szolgamentalitással jöjjön haza. Ezt, amikor így meséltem a gyerekeknek ezt a történetet, és oh my gosh, mi van itt? Ez nagyon durva. Hanem azt mondja, hogy hozzátok ki a legszebb ruhát, az az ő tekintélyét képviselte. Hozzátok a gyűrűt, az az ő tekintélyét képviselte. És vágjátok le ezt a borjút, nem voltak vegetáriánusok. Tetszik. És ez nem volt teológiai üzenet. Régi szó arra, hogy rossz vadász, ugye. És azt mondja, hogy mert ez az én fiam. Nem azt mondja, hogy szolgám. Nem azt mondja, hogy ez az én fiam. Elveszett és megtaláltatott. Meghalt és feltámadt. De a folytatás még érdekesebb. Azt mondja, az idősebb fiú pedig a mezőn volt, és amikor hazajövett, közeledett a házhoz, hallotta a zenét és a táncot, előhívott egy szolgát, és megtudakolta tőle, hogy mi történt. Mióta elment az öcsi, nem nagyon volt jó hangulat otthon. Jön haza, és zene van, és tánc. Mi van itt? A szolga így felelt, a testvéred jött meg, és apád levágatta a hízott borjút, mivel egészségben kapta vissza őt. Ekkor ez megharapodott, és nem akart bemenni. De az apja kijött, és kérlelte őt. Ő azonban ezt mondta az apjának, látod, hány esztendeje szolgálok neked. Soha nem szegtem meg a parancsodat, de sohasem adtál nekem még egy kecskegidát sem, hogy mulathassak a barátaimmal. Amikor pedig megjött ez a te fiad, nem azt mondja az öcsém, ez a te fiad, aki barázna nőkkel tékozolt el a vagyonodat, levágattad neki a hízott borjút. Ő azonban ezt mondta neki, fiam, te mindig velem vagy, és mindenem a tiéd. És itt Lukács befejezi a történetet, vagy Jézus befejezi, nem mondja tovább, hogy mi történt. De arra jöttem rá, amire eddig soha, ahogy így ott ülök a sötét gyerekszobába, és így húzogatom a Biblia alkalmazást a képernyőn, hogy a két fiú között nem volt olyan nagy különbség. Egész eddig úgy tanítottam erről, hogy tudjátok, ő volt a vallásos, a jó, tudod, ő meg a megtérő, és hogy milyen nagy különbség volt a két srác között. Arra jöttem rá, hogy nem volt nagy különbség. Mert a kisebbik eldobta magától a fiúságot, és szolgaként akart visszajönni. De az idősebbik végig otthon maradt, de végig szolgaként élt otthon. Végig szolga mentalitással. Ezt mondja, amikor az apjának mondja, hogy hány évet szolgálok neked. És az, ami ledöbbentett, hogy miközben mind a két srácnak ez a szolga mentalitás van a fejébe, az atya mind a kettőt következetesen csak úgy hajlandó hívni, hogy fiam. Ő végig úgy beszél hozzájuk, hogy azt mondja, hogy ez az én fiam, meghalt és feltámadott. És amikor ő mondja, hogy itt vagyok, ennyi éve dolgozok, azt mondja, hogy fiam, mindenem a tiéd. Hogy látjátok, hogy Isten nem hagyta, ez történet Istenről szól, nem hagyta, hogy ez a két srác szolgamentalitásban legyen, hanem azt mondta, hogy ti a fiaim vagytok. Fiak, leányok, gyermekek. És nekem itt jön a csavar, mert hogyha a szolgálatról egy dolgot szerettem volna tanítani ma, az nekem ebből jön, hogy mit gondoltak, hogy ezután mi történt? Legjobb helyen hagyja abba a Jézus. Zseniális történet mesélő. És szerintetek ezután ez a fiatal srác, aki visszajött, mit tett? Hogy ezután csak így unnyadta a szobájába, és így ment a JBL, és nem tudom, dúdolta, hogy elvesztem, és megtaláltattam, vagy nem tudom, írtam, hogy kedvesztem, és így lese tojta, hogy így mi történik a ház körül, vagy elképzelhető, hogy segített az apjának a családi bizniszben. Én majd biztos vagyok benne, hogy ezt tette. De vajon milyen szívvel? Hogy olyan szívvel, hogy na, mi a mai
to-do listám, és akkor megyek végig, vagy olyan szívvel, hogy az apám az egy nagyszerű ember. Amit velem megtett, ahogy visszafogadott, ahogy minket, a tesómmal együtt szeret, amit ő csinál, az egy annyira nagyszerű dolog, hogy én segíteni akarok neki. Én vagyok az utolsó, akinek itt kéne lennem. Már elhertáltam a felét annak, amit ez az ember felépített. És nem hoztam vissza. De én akarok neki segíteni a családi vállalkozásban. És azt hiszem, hogy nekem ez az a kulcs a szolgálatra, amit szerettem volna nektek ma átadni. Hogy amikor Jézus ugye 12 évesen ott volt a templomban, akkor azt kérdezték a szülők, elvesztették, 3 napig nem volt meg a gyerek, azért gondoljatok bele. És utána minden jó szülő azt kérdezték, hogy hogy tehetted ezt velünk? A Biblia ennyire őszinte. És Jézus azt mondta, hogy nem tudjátok, hogy nekem az atyám dolgaival kell foglalkoznom? Kicsit most rímelek Dávidra, de hogy a szolgálat az nem egy to-do list. Jézusnak nem egy ilyen kipipálandó dolog volt, hogy ő szolgált, hanem azt mondja, hogy én az atyám dolgaival akarok foglalkozni, én a családi bizniszt akarom előre vinni. Én annyira hiszek ebben a küldetésben. Jézus így szolgált. És azt hiszem, hogy ez az a dolog, amit szerettem volna átadni nektek ma. Hogy szolgáljatok, a szolgáltok a fiúi méltóságotokból. Hogy még ezt is mondom, Dávid, bocsi, de lehet, hogy soha többet nem hívsz meg. De ha itt vagy ebben a gyülekezetben, és szolgálsz, benne vagy bármilyen szolgálatban, de nem vagy biztos abban, hogy elsősorban Isten gyermeke vagy, az ő szeretett fia, az ő szeretett lánya, akkor ma szállj ki a szolgálatból. Mert Isten nem akarja, hogy te elsősorban szolgálóként tekints magadra, hanem elsősorban fiúnak, leánynak tartod magad, akkor tudsz a családi vállalkozásban jó szívvel szolgálni és részt venni. És van egy kép, ezzel szeretnélek titeket nem itt hagyni, hanem átadni a következő előadónak, hogy valaki úgy fogalmazta meg, hogy a keresztény életnek a lényege az, hogy befogadjuk Isten, 3 lépés, hogy befogadjuk Isten szeretetét, engedjük, hogy egy munkát végezzen bennünk, és utána engedjük, hogy tovább áradjon rajtunk keresztül. És csak, hogyha már vidékről jöttem, akkor hozzak egy példát ehhez. Városi emberek, hányan tudjátok mi ez? Jó van. A világ még nem veszett el teljesen. Ezért is. Ja. Amúgy az agglomerációban is vannak tök jó gyűlik, nem kell ide bejárni. Az van, hogy ez egy locsoló, és ez nekem egy képe annak, hogy mi az keresztény életünk, mi a teljes életünk, és mi a szolgálat, hogy egy locsoló ugye nagyon egyszerűen működik, hogy jön egy erős nyomással egy vízsugár be a locsolóba, itt belül történik mindenféle dolog, és aztán ezeken a kis zöld bütykökön keresztül így tovább árad az egész kertembe. És ahhoz képest, hogy ez mekkora, ehhez képest egy, nem tudom, 400-szor ennyi területet belocsol, vagy 500-szor ekkor, vagy nem tudom, ki kéne számolnom. De azt hiszem, hogy itt van egy ilyen lecke, hogy kicsit így biztatlak titeket ebben, hogy nézzétek meg, hogy hogy áll a locsolótok. Mert azt tanultam meg, mióta kertem van, mert én városi gyerekként nőttem fel. De most már nem. Hogy történhet több probléma, ami miatt a kertem nem lesz megöntözve. Az egyik, hogyha itt a slag, ami itt jön be, az megtörik. És tudjátok, hogy nem megy bele víz a locsolóba. Akkor nem lesz meglocsolva a kertem. Vagy hogyha belül eltömődnek ezek a dolgok, akkor nem fog kimenni a víz normálisan. És azt hiszem, hogy ugyanígy így bíztatlak titeket ma, hogy így engedjétek be magatokba Isten szeretetét. És azt hiszem, hogy erről szól ez a konferencia, meg erről fog szólni az esti blog, meg minden, hogy engedjétek, hogy Isten szeretetet tényleg bejöjjön. Nem azért, hogy szolgálsz, hanem azért, mert a fia, lánya vagy. És engedd, hogy végezzem benned egy munkát, és aztán teljesen természetes lesz. Hogyha ebben nagy nyomással bejön egy víz, és belül minden rendben van, akkor ez a dolog nem tudja nem továbbadni. És azt hiszem, hogy ez a szolgálatnak a titka. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattam.